Jó napot! Az 56-os hősökre emlékeztek. Ezúttal kömszobrok és gyöngyképek ékesítik a Tolnai Magház kiállító termét. Koszorúk emlékévek kultuszok Petőfi jegyében. 20 éves lett a Tamási Pántlika Néptánc Együttes. A jubileumot egy gálaműsorral ünnepelték. Bukovinai székelyek. Kismányokon gyűlt össze a közösség. 1956. október 23-ának ma is élő üzenete van. Erről beszélt Szekszárd alpolgármestere a forradalom kitörésének 67. évfordulója alkalmából. Az 56-os emlékműnél több százan rótták le a tiszteletüket a hősök előtt Szekszárdon. Állt föl fejedet, büszke nép, viselted a világ szégyenét. Szekszárdon október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján a Pécsi Tudományegyetem Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola diákjainak örökség című előadását láthatták a résztvevők. Ezt követően Gyurkovics János alpolgármester mondott beszédet. 1956. október 26-án délután Nagy Imre miniszterelnök a kormányalakítási tárgyalásai után a párt központi vezetőségének ülésén vett részt, ahol Losonczi Géza és Donát Ferenc is arra tettek éppen javaslatot, hogy a kialakult helyzetet katonai eszközök helyett politikai úton próbálják megoldani. Ebben a pillanatban egy ideges titkárnő lépett a terembe, és halkan jelezte Nagy Imrének, hogy telefonhoz várják. A miniszterelnök fejében még Losonczi és Donát érvényei hangsúlyoztattak, mikor megszólalt a kagylóban a Tolna megyei pártbizottság titkára. Györe József remegő hangon közölte, hogy Szekszárdon a mártírok terén mintegy 500 fő gyülekezik a szovjet emlékmű ledöntésére. Közölte, hogy kézigránátokkal és gépfegyverekkel felszerelt nagy számú őrséget tud mozgósítani, és készek szétkergetni a tömeget. Nagy Imre nyugalomra intette, mondván ne hergelje a tömeget. Ha ledöntik az emlékművet, majd újra felépítik. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves emlékezők! Szekszárdon senki nem építette fel újra a szovjet emlékművet, helyén már évtizedek óta 56 hőseire emlékezünk. Úgy fogalmazott, hogy a szabadságvágy sok helyütt egészen földhöz ragadt indokból indult ki. Az emberek a létbizonytalanságtól akarták menteni magukat és a családjukat. 56 történései egyenesen kiáltanak érte, hogy érdekeit párhuzamba állítsuk jelenkorunk kívásaival. Hogy meghalljuk a mai generációknak szóló üzenetét. Olyan időkben, pedig amikor újra forrong a virág körülöttünk, különösen jól teszünk, ha nagyobb érdeklődéssel vagyunk a történelem tanítása iránt. Végül a városi és vármegyei vezetők, intézmények és civil szervezetek képviselői, rendvédelmi szervek vezetői helyeztek el koszorúkat a Szent István téren álló 1956-os emlékműnél. Az este folyamán pedig a Művészetek Házában Tisztelet a Hősöknek címmel adott hangversenyt Lozsányi Tamás, Lozsányi Soma, illetve Lozsányi Julianna orgona művész. Ezúttal könyvszobrok és gyöngyképek ékesítik a Tolnai Magház kiállító termét. Juhász Katalin évekkel ezelőtt ismerkedett meg a két mesterséggel, azt mondja, egy-egy alkotás elkészítése akár több hetet is igénybe vehet. Thank you.
A könyveknek sorsuk van. A tolnai származású Juhász Katalinhoz kerülőknek pedig az, hogy szobor lesz belőlük, de nem akármilyen, könyvszobor. Egy szekszárdi fiatalembernek volt itt a kiállítása, akkor tetszett meg, és az én képeslap kiállításomon az unoka húgom keltette fel rá figyelmet, hogy ő ilyet szeretne készíteni, aztán én készítem, ő meg nem. Úgy készül, hogy én kinyomtatom őket milliméter papírra, és minden milliméternél egy könyvlapon be van jelölve a minta, és a mintának a széle be van vágva, vagy be van hajtva, és akkor így adja ki a mintát. Van, amelyik 6-8 óra még elkészül, ez elég gyorsnak számít, mondja Katalin, azonban egyes alkotások elkészítése akár 24 órát is igénybe vehet. Azonban ezúttal nem csak a könyvekből készült csodaszép aprólékos szobrokat tekinthették meg azok, akik részt vettek Katalin kiállítás megnyitóján. A falra is kerültek fel képek, nem is akár milyenek, gyöngyképek. A gyöngyképeket tavaly a unoka húgomnak az édesanyja mondta, hogy kapott egy ilyet a lányától, és felkeltette a figyelmemet, meg az érdeklődésemet, és utána néztem az interneten, megtetszett, és akkor rendelve lett egy csomó Kínából, ami szerencsére megjött még ugye a háború előtt. És a kínai boltba vettem párat, meg az interneten van néhány weboldal, ahol lehet rendelni. A nagyot az hát 3 hét körülbelül. Jó, mondjuk nem úgy, hogy reggeltől estig, hanem szabad időmben. Mindig egy bitony napi 2-3 óra, úgyhogy elég sok. Meg hát fárasztó a szemnek, jó mondjuk akinek jó szeme van, annak nem probléma, gondolom, de nekem eléggé fárasztó volt, de nagyon tetszik. Meg tetszett, ahogy készült, érdekes volt nagyon, ahogy kiadta a mintát a gyöngy, úgyhogy örültem, örömmel készítettem mindegyiket. Gyerekkorom óta szerettem rajzolni, festeni, de úgy Isten igazából most 2007 óta foglalkozom vele. Nagyon sok mindent kipróbáltam, a hímzéstől kezdve a papírhajtogatásig, de most ez lett a kedvencem, és a legújabb pedig a hímzés és a festés számok alapján. Úgyhogy vettem ilyen nagy képeket, de hát azt is elég macerás lesz elkészíteni, mert elég aprólékos, de hát megoldom. Majd remélem. Először is örömet, kikapcsolódást, meg nem is tudom, mikor az ember fáradt, és nem igazán tudja, hogy mihez kezdjen magával, a tévé már unalmas, szerintem egy nagyon jó dolog, hogy bármit kitalál az interneten, rengeteg mindent lehet találni, úgyhogy szerintem bárki talál valamit, ami a szívéhez közel áll. A gyöngyképek elkészítése rendkívül aprólékos feladat. Meglátom, megtetszik, és akkor azt mondom, hogy na, ezt nekem muszáj elkészíteni. A gyöngyképek is végül is úgy voltak, hogy rengeteg, több ezer féle gyöngykép van. Úgyhogy órákon át nézegettem a weboldalakat, hogy melyiket, és ez a gőzös, ez tetszett meg legelőször. Hát szerintem több mint 10 000. Egyesével egy tolla bele kell nyomni egy ilyen viaszszerű valamibe, és akkor egyenként fel kell szedni a gyöngyöt, és a helyére minden meg van számozva, és meg van adva, hogy melyik számnál melyik színű gyöngy való, és azt egyenként kell rátenni. Thank you.
Nyugat, 1923. január 1-e. Centenáriumi Petőfi szám. Élén Babits verse a Petőfi koszorúi. Eme sorokat idézzük fel Lovas Csilla irodalom történésszel, és emlékezünk meg Petőfi Sándor életének meghatározó helyszíneiről a 200. évforduló alkalmából. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából sorra vesszük nagy költőnk Babits Mihály versét. A mű 1923-ban keletkezett Petőfi Sándor születésének 100. évfordulóján. Itt állunk a Petőfi Tabernákulum mellett, a múzeum egyetlen Petőfi emléke mellett, a Babits Mihály emlékházban, és ennek az írószekrénynek alapján Petőfi 100 éves születésének évfordulójára írott Babits vers kézirata olvasható, a Petőfi koszorúi, és egy kicsi megjegyzés, amit Babits Mihály a nagy ünneplést értékelve tette ehhez a vershez. Ez a vers 1923. január 1-én a Nyugat címlapján jelent meg. Benne a híres, szépséges, mindenki számára útra valóul illő sorok. Avagy virág vagy te? Légy virág, légy vígasz. Legyen lelked szabad, legyen hangod igaz. A versben Babits egyrészt tiszteletét teszi költőtársa Petőfi előtt, másrészt tiltakozása is felhasználja az alkalmat. De mi is ez a Petőfi tabernákulum? Ez az írószekrény, 18. század végi írószekrény, egy Petőfi emlék, ami Kölesdről, a plébánia hivatalból került a 70-es években a múzeumba. Egykor a Borjádi Saskúriában álló írószekrény volt. A 19. század elején épült, de később jelentősen átépített kúriában járt vendégségben egykori Szent Lőrinci diáktársánál, Sas Istvánnál 1845-ben. Petőfi Sándor 2 évet járt Sárszentlőrincen az evangélikus gimnáziumba, ahol egy nagyon jó barátra tett szert, Sas Istvánra, a Borjádi birtokos fiára. Barátságuk tulajdonképpen életük végéig tartott. 1845 nyarán Petőfi Sándor kétszer is meglátogatja Borjádon a Sas családot. Ez azért fontos Petőfi életében is, mert egy nagyon zaklatott időszak után egy nagyon vidám kétszer két hetet tölt Borjádon. Július 26-án érkezik meg a Sas családhoz, ahol nagyon szeretettel fogadják, úgy érzi magát szinte, mintha az édesanyjánál lenne. És ennek a látogatásnak több vers is lett az eredménye, a legismertebb kettő az a négyökrös szekér, amit Sas Erzsikének írt, vagy Erzsikének írt, a másik pedig a Magyar Nemes című verse. De emlékverset ír Sas Károly és Sas Zsófia emlékkönyvébe, és még több vers születik. A kúria mögött álló méhes, becsben tartott Petőfi emlékhely. A borjádi tartózkodás alatt a legkedvesebb, intenzíven dolgozik egyébként, a legkedvesebb tartózkodási helye mégis nem a kúria volt, hanem az a méhes, aminek van egy kis szobája, ahol Sas Károllyal, Sas Istvánnal együtt pipázgattak, gitározott Sas Károly, és ott töltötték az időt. Ez az emlékméhes ma is áll, éppen a néhány nappal ezelőtt, vagy néhány másfél-két héttel ezelőtt a megújult kiállítást adtuk át a Petőfi bicentenárium alkalmából. A Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Irodalmi Emlékházak támogatásával, és ugyanígy megújult a Sárszentlőrinci jegyzőlakban lévő Petőfi kiállítás is, ugye ami az 1960-as évektől állít emléket Petőfi Sárszentlőrinci éveinek. Pontosan 50 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Tolna vármegyében található Sárszentlőrinci Petőfi emlékház. Ám az akkori egyszerű, szerényen berendezett házacska bizonyára rá sem ismerne 2023-as önmagára. Petőfi az 2 éve alatt nagyon fontos élményekkel és tudással távozik. Az első tanára Hák Péter, akitől először hall forradalmi gondolatokat, a másik pedig Leer András volt, aki által jó latinossá vált Horácius költészetét megszerette.
ezekkel távozik a két év után Petőfi. Sas István egyébként az 1880-as években elmeséli a történeteit, annak a két évnek a történeteit, amire Petőfiről emlékezik. Például, hogy nagyon jó tollfaragó volt, de szívesen farigcsált is, akár még az evangélikus templom padját is, ahol az oltár mögött ültek a vidéki gimnazisták. Ugye ma is megvan egy PSV-set, ami akár Petőfi is lehetett, hiszen erre is emlékezik Sas István. A műemléki oltalom alatt álló épületben található tárlat mesél a látogatónak Petőfi Sárszentlőrincen töltött iskolai éveiről, barátságairól és a 19. századi vidéki életről. Gála műsorral ünnepelte a 20. jubileumát a Tamási Pántlika Néptánc Együttes, amely megalakulása óta a népi kultúra megőrzését és a néptánc tradíciójának továbbadását tűzte ki céljául. Két évtizedes fennállása alatt nem csak Tamási városának hírnevét öregbítette, de a vármegye és országhatárokon túl is ismerté vált. A 20. évfordulóját ünnepelte a Tamási Pántlika Néptánc Együttes. A két évtizedes jubileumra egy gálaműsorral készültek. A régi szokások felelevenítése mellett a közösségépítés, a generációk közti együttműködés erősítése, az együvé tartozás érzése a csoport legfőbb mozgatórugója, mondta a hagyományápolással Tamási kultúrájáért alapítvány elnöke. Az elmúlt egy-két év új műsoraiból válogattak a gyerekek és a művészeti vezető erre a gála műsorra. Ezen kívül hívtunk meg vendégeket, a Tehetség Táncműhely Paksi tagozatát, valamint a Sárpirisi Gerdice Madár Néptánc Egyesület is a vendégünk lesz, így közösen adnak elő egy szép ünnepi műsort. A Pántlika Néptánc Együttes működését a Tamási Művelődési Központ biztosítja a hagyományápolással Tamási kultúrájáért alapítvány támogatásával. A folyamatosan jó színvonalú munkát pályázatok útján Tamási Város Önkormányzata, a Csóri Sándor Program és a Nemzeti Együttműködési Alap is támogatja. A csoport egy egész éves programsorozattal készült, melynek zárása volt a gála műsor, mondta Berkesné Imre Erika. Az évfordulótól különleges, erre az évre egy programsorozatot állítottunk össze. Ennek az utolsó eseménye lesz már ez a gála műsor. Előtte több rendezvényünk is volt, volt népviseletes bál, népviseletes bemutató, volt fotókiállításunk, ami a múlt héten nyílt, és most zárjuk ezt a sorozatot ezzel a gála műsorral. A település számára nagy büszkeség az együttes, amely az évek során számos arany minősítést és külön díjat is szerzett már. Két éve kaptuk meg a Tamási Város Közösségért elismerő címet, abban az évben alapította meg ezt az önkormányzat, és elsőként a Néptánc Együttest tartották érdemesnek arra, hogy megkapja, és most szeptember 1-én pedig a megyei önkormányzat Babits Mihály díját kapta meg az együttes, úgyhogy munkánkkal azért igyekszünk maradandót alkotni és példát mutatni. A különböző korcsoportokban táncoló gyerekek és felnőttek, a rendszeres próbák, az együtt töltött idő és a sok fellépés alatt összetartó baráti közösségé kovácsolódtak. Az együttes számára természetes, hogy a különböző korosztályok együtt táncolnak, több műsorszámuk is ebben a formában készült, ami az ünnepi műsorban sem volt másképp, hiszen fiatalok és idősek is egyaránt felléptek. Az együttes már sok jelentős állomáson túl van, azonban a jubileumi műsor kifejezetten különleges volt számukra, mondta Krizsány Kata, a csoport tagja.
Jelentősebb fellépéseink rengeteget voltunk, például Szekszárdon a születi felvonuláson voltunk, Déli Kapu Fesztiválon is, hogyha jól emlékszem, illetve hát rengeteg minősítőn, rengeteg arany és kiváló arany minősítést szedett össze az együttes, voltunk szólótánc fesztiválokon is, szintén nagyon jó eredményekkel. Ezek voltak talán a legjelentősebb pillanatok szakmailag, és személyesen pedig az ilyen különböző csapatépítő alkalmak, például erdélyi kirándulások, vagy amikor az ország északi részén voltunk kirándulni, hasonlóak. A fellépők különböző tájegységek táncait adták elő. Az este a pántlikai néptáncosok kamara csoportja és a sárpélisi Gerlice Madár Hagyományőrző Egyesület előadásával indult, amit a Pozsonyi Sétatéren című dal követett a fiatal Cserbóka csoport produkciójában. Minden műsorban nyilvánvalóan minden tájegységnek különböző a viselete. Rajtam egy sárközi viselet látható, mivel ez lesz az első tánc, nem az egész együttes táncolja, hanem a régebbiek, akik régóta itt vannak. Ez volt talán az első vidék, vagy első területnek a tánca, amit megtanultunk. Van még néhány az együttes tagjai közül, akiken ez látható, a többieken szilágysági viselet látható, az lesz a következő tánc, és hát folyamatosan fogunk átöltözni, tehát. A viseletnek különben az a jelentősége, hogy ezt nekem a nagymamám készítette, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá. A gála műsorban a Csurgó zenekar szolgáltatta a talpalávalót. Az ünnepi est fináléval zárult. Bukovinai székelyek búcsúját tartották a Magyarok Nagyasszonya templomban Kismányokon. Az eseményt már 2014 óta rendezik a Tolna vármegyei településen. A program zarándoklattal indult Bonyhádról, majd szentmisével folytatódott. Ezt követően egy emlékkiállítást tekintettek meg az érdeklődők, ami a bukovinai atyák előtt tisztelget. Kismányokon gyűlt össze a bukovinai székely közösség. A Magyarok Nagyasszonya templom zsúfolásig megtelt idősekkel és fiatalokkal sokan csak kívülről tudták meghallgatni a szentmisét. Az eseményen Keresztes Andor celebrált, aki többek között Prohászka Ottokár püspököt idézve a szeretetről beszélt. A szeretet döntés. Rajtad múlik, hogyan döntesz. Szeress áldozattal, szeress kifogyhatatlanul. Ne hagyd magadat legyőzni a nehézségekkel, a könnyel, a sikertelenségekkel. Szeress, és jobb lesz a világ. Gyönyörűen fogalmaz Prohászka, hogy a szeretet az döntés. A mai ünnep magyarságunktól elválaszthatatlan. Szűzanyát a magyarok nagyasszonyának tiszteljük, hiszen innen a Szent Istváni múlt. Keresztes Andor beszédében a hálaadás fontosságát is hangsúlyozta. Aranyhegyen ülő koldusok vagyunk, mert nem becsüljük meg azt, amink van, s azután sírunk, amink nincs. Elfelejtünk, testvérek, hálát adni. Mindig csak kérünk az Istentől, a búcsúkba is sokszor visszük a kéréseinket. De hát nem így volt ez az Úr Jézusnál is. Nem meggyógyította a 10 leprást, és egy ment vissza megköszönni. Ne legyünk hálátlanok. Köszönjük meg az életnek a kicsi apró örömeit is, amik bennünket előre visznek. A több, mint egy órás szentmisét követően a hívek átvonultak a székely portára, ahol az emlékkiállítást Kóka Rozália nyitotta meg. A tárlat régi tárgyakból, fotókból és ruhákból állt. Ezzel Németh Kálmán, Elekes Dénes és Sebestyén Antal plébánosok emléke előtt tisztelegtek. Ezek nélkül a csodálatos papi emberek nélkül alig ha állnánk itt bukovinai székelyként.
azt nem tudom, hogy milyen faj lennénk, és milyen szerzetek, de az bizonyos, hogy nekik köszönhetjük, hogy Bukovinában nem vesztettük el a magyarságunkat. A közösség a Portával egy olyan lelki központot szeretne létrehozni, amely a bukovinai székelyeknek lehetőséget ad arra, hogy közösen megünnepeljék a búcsút, mondta Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke. Úgy tűnik, hogy most már minden évben sikerül valamit átadnunk, ugye tavaly a csőr lett átadva, az készült el, amely arra gondolva, hogy majd ugye a néprajzi tábor keretén belül tudnánk használni. Tehát nem múzeumot szeretnénk, hanem mindenképpen úgy használni. És hát az idei évben meg az atyákról emlékeznénk meg, azokról, akik a bukovinai székelyekkel együtt jöttek, ugye Bácskába, majd onnan egyrészt volt, akinek sikerült, volt, aki később, mint például Elekes atya, ugye egy picit később tudott kapcsolódni hozzájuk, de mindenképpen itt élt utána közöttük, mint akár Németh Kálmán, ahogy mondtam, Sebestyén Antal, Elekes Dénes atya. A napot délben közös ebéddel és kulturális műsorral zárták. Viszontlátásra!